közel fél éve működnek a járási hivatalok. Dr. Szebenyei Zsolt, az Aszódi Járási Hivatal vezetője, beszámolót tartott a térség országgyűlési képviselőinek. Kartalon a Gödöllői Tangazdaság ZRT vetőmag üzemében őszi kalászos fajtabemutatót tartottak az érdeklődőknek. Lakossági gimnasztikát szervez a Magyar Torna Szövetség aerobik szakága 23 településen. Gödöllő az elsők közt csatlakozott. Idén is nagy sikere volt a gödöllői Manó Maratonnak, hiszen 4 korcsoportban közel 500 gyermek vett részt a versenyen.